Akkor sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Phantom Solompónál. És most váltott át, nagyon jó. És egyébként a véletlen műve volt, hogy pontosan bujott, és ráadásul ez a 70-es vonal, nem is a 71-es, ugye most az volt a pletyka, hogy a 71-esen fog közlekedni a Samu, de hát ezek szerint 70-esre is beforgatják néha. Szóval ez itt egy nagyon ritkán használt vasúti átjáró, ahol ugye fénysorompót ilyen telepítettek, de szerintem ez még akkoriban történt, amikor még úgy gondolták, hogy itt a metró járműtelep fog megépülni. Ugye ezek a metrós kebítések azért is vannak itt, mert itt lett volna a metró járműtelepe, ami a tervek szerint Káposztás megyeri kellett volna, hogy megépüljön. Hát a metrópályán jelenleg a 14-es villamos jár. A járműtelep pedig így nem épült meg, mert arra a hosszúságra, amire végül is megépült, arra elég egy járműtelep. És akkor ezt a sodompót, ezt azért rakták ide, mert ezek újfajta hajtóművek, és ezeket itt tudják tesztelni zavartalanul. És ki is van írva, hogy tesztüzem, de ugye amikor vonat jön, akkor ez is lecsukódik, ugyanúgy, mint minden normális sodompó, csak itt ugye nem probléma az, hogyha véletlenül mégse záródik le, mert a hajtómű nem teljesen kifordott. Ugye nem okoz balesetet, de egyébként ugye Rikádi meg Bence is csinált már innen videót, tehát gyakorlatilag már el lett erről minden mondva, ami elmondható, de így mondja. Valami bonanzabanzás láger volt, de most így fejben nem tudom idézni, de ott hangzott el valami ilyesmi, hogy minden elmondatott, ami elmondható. Hát ez ide is igaz. Hát megvárok még egy vonatot, hogyha nem kezd el jobban az eső. Az előbb elkezdett szemelkélni. Annyira rám ijesztett, hogy a kabátot fölvettem. Most megelállt. De nézzétek meg, azért lóg az eső lába. Itt bármikor eshet. De már nagy nehezen megtaláltam ezt az átjárót, akkor most már megvárok még egy vonatot. És hát látszik még a távolban a Samu. Akkor egy érdekesség még, hogy ha jól emlékszem, olyan 2011 környékén én jártam így gyalog, ugyanazon az átjáróra, hogy kerestem a kempelőhelyeket. És úgy emlékszem, hogy itt még volt egy ölhely. Fénysorompós átjáró, és mellette egy ölház. Tehát szerintem itt volt egy ölház, amit azóta bontottak el. Talán még itt nyomai is vannak. De lehet, hogy tévedek, és egyen arrébb volt. Ennek majd utána kell járjak. Megint elkezdett szemelkélni az eső. A kamerán az esőcseppek megjelentek. És akkor ugye régebb óta volt már téma az is, hogy Káposztás megye ennek miért nincsen vasúti megállója. Tehát mint hogyha a MÁV az nem vette hedet, illetve ez így is van, hogy gyakorlatilag a vasút az nem vette észre, hogy kinőtt itt a földből igazából mellette egy lakótelep. És ugye a legpraktikusabban van egy megálló helyet itt lehetne építeni Káposztás megyednek, mert egyrészt ugye itt lehetne a peron erre felől, vagy ugye mostában meg van az eltolt peron a jellemző, tehát a másiknak meg itt. És akkor így, hát így Rákospalotát is valamilyen ki tudná szolgálni itt a kertvárost. Másrészt meg ugye innen a lakótelep fele lehetne építeni egy rendes utat, mert itt ugye földút van, de ezt le lehet aszfaltozni, és akkor itt már az átjáró is megvan. De az olyan szempontból praktikus lenne, hogy gyalogos forgalmat itt így a legkönnyebb átvezetni, hogyha van egy útátjáró. És ez itt már egy meglévő, tehát a megálló létesítés költsége az nagyban csökkenne azzal, hogy nem kell egy biztosított átjárót is kiépíteni, mert az már itt megvan. Ugye azt, hogy opcionálisan a sorompóval ki lehet egészíteni, de úgy már, hogyha ezek beválnak, ezek a sorompók, ugye az új hajtóművel, akkor gyakorlatilag csak arrébb kell tenni egy pár méterre, mert már ez is itt van. Tehát ez megint csak költségcsökkentő lehetne, tehát így meg lehetne csinálni egy megállat, és ráadásul erre felel meg ugye vannak üzemek is, meg itt van egy computer service, meg van egy pár üzem, tehát ide még ugye onnan is generálhatna forgalmat. Az ábban én úgy tudom, még hallottam ilyen pletykákat is, hogy azért nem szeretnék a Káposztás megyeri megálló helyet, mert a 70-es vonal már így is túlterhelt, és hogyha még ott rászabadulna több ezer utas, vagy akár több száz, az amúgy is túl zsófolt vonatokra, de hát ez még olyan évekkel ezelőtti szóbeszéd volt, akkor ugye még inkább telítettek lennének a vonatok, és hát ugye akkor meg az lenne a probléma, hogy utas lemaradás van állandóan, mert nem férnek fel a vonatra.
Csak hát azóta meg már ugye forgalomba álltak a kiszek 600 férőhelyjel. Tehát neked ezt lehetne azért kezelni. Tehát hogy több emeletes vagy vonattal sűrűbb követéssel. Mert nyilván itt is lesz majd előbb-utóbb rekonstrukció, tehát lehet, hogy itt még egy harmadik vágányt is építeni kéne ahhoz, hogy még inkább növelni lehessen a vonatok számát. És akkor viszont meg már szintén valami átmenő rendszerű fejpályaudvari, hogy hát ilyen fejpályaudvarok helyett valami átmenő rendszerű megoldás kell. Tehát ugye szintén azt, hogy körbasúzakötton keresztül átküldi, mert a nyugati kapacitása is véges. Ja, és ez pedig már most is probléma, ezt tudjuk, hogy az esztergomi vonalról se tud már többbe forogni a nyugatiba. Ezért is volt az angyalföldi, most a rákosi végállomás másosztatás, na majd csak kimondom. Na hát megnézem mindjárt ott a vonatdroidot, hogy nem valami errefele. Nagyon sokat kell várni, akkor nem várok. Egyik lassabb. Hosszabb, lassabban megy le. És akkor ennyi lett volna ez a videó. És alig fél órája vagyok kint, és jött két tehervonat is, meg sikerült kikapni a Samut is, úgyhogy ez egy eredményes videózás volt, mondhatni. Úgyhogy sziasztok!